konferencia és műhely találkozó, internacionális kulturális együttműködések a Kárpát-medencében. 1,1 milliárd forintos fejlesztések, folytatódnak a tavaly elkezdett korszerűsítések az országos mentőszolgálatnál. Jól halad az aratás, néhány napon belül végezhetnek a kalászosok betakarításával a gazdák. A megyei önkormányzat évente 300 ezer forinttal támogatja a Tuzsér Községért közalapítvány munkáját és az általa szervezett hagyományőrző tábort. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A tuzséri önkormányzat idén már 20. alkalommal rendezte meg a Kárpát-medencei kézműves és hagyományápoló tábort, melyen közel 60 gyermek vett részt. A kéthetes tábor zárónapján egy konferenciára is sor került. 20 évvel ezelőtt indult útjára egy kézműves és hagyományőrző tábor Tuzséron azzal a céllal, hogy ápolja a magyar identitást, a kulturális értékeket és elősegítse a kapcsolatépítést a határon túli magyarokkal. Idén Kárpátaljáról, Erdélyből és a Délvidékről is érkeztek gyerekek a táborba, amelynek zárónapján egy kulturális kapcsolatépítő konferenciát is szerveztek. Számos területről jöttek határon túli partnerink is jelen vannak, természetesen hazaiak is, helyiek is. Ugyan 60-70 főt számolta meg itt a regisztráció kapcsán, és nagyon örülök annak, hogy országos szervezetek is részt tudnak venni ebben a munkában, mint például a Nemzetközi Kutatóintézet, a Rákóczi Szövetség, a Magyar Népünk Egyesülete, megyei önkormányzat, akik mind elismerik és támogatják az itt folyó kulturális tevékenységet. A tábor a Tuzsér Községért közalapítvány közreműködésével jött létre, akik más módon is építik a határon túli és a határon belüli kapcsolatokat egyaránt. Emellett természetesen nagyon sok kulturális programot rendezünk, a Kárpát-fest zenei programja a következő eseménysorozat, illetve a mai napon rendezzük pályázat keretében a kulturális örökségről szóló konferenciánkat. A kézműves tábor egyik különlegessége, hogy épített örökségben zajlanak a programok, amelyek kiemelt szerepet töltenek be Tuzsér életében. A legfontosabb épített öröksége, ahol most is állunk, a Lónyai kastély, aminek ugye éppen része a konferenciának az, hogyan mentsük meg, hogyan tudjuk majd hasznosítani ezt az épített örökséget, amely ezer szállal kötődik a tuzséri lakossághoz. Lónyai Menyhért neve és tevékenysége kiemelt jelentősége bír a térség számára. Éppen ma volt Lónyán a lónyai kápolna, a lónyai sírhelynek az ünnepélyes újraépítése, renoválása alkalmából egy nagyon szép ünnepség, ahol pénzügyminiszter úr is tiszteletét tette, nagyhatású beszédet mondott ebből az alkalomból. Felújították a lónyai kriptát, most következne reméljünk szerint néhány év múlva ennek a kastélynek is a teljes körű rendbetétele, mert valamikor 15-20 évvel ezelőtt félbemaradt ennek a kastélynek a műemléki rekonstrukciója, és arra adott és várat magára, hogy befejeződjék egy részről, illetve hát ami a legfontosabb, hogy a teteje az nagyon nagy problémákkal küzd, és gyorsan el kellene újítani, reméljük, hogy ez is sikerült majd segítséget nyújtanunk. A konferencia célja volt az is, hogy felhívják a figyelmet a helyi közösségek fontosságára, az elvándorló értelmiségi fiatalokra. Ezzel a felhívással ugyan nem oldódik meg a munkaerőhiány, de nemzetpolitikai cél, hogy a magyar gyerekek töltsenek el több napot az anyaországban, szervezett körülmények között, ezért a tábort mindenképpen megszervezik jövőre is. Tovább folytatódnak a tavaly elkezdett fejlesztések az országos mentőszolgálatnál. Az 1,1 milliárd forintos forrásból 117 új esetrohamkocsit is beszereznek, illetve megújul ezeknek a nagyértékű eszközparkja. Ez az EKG és defibrillátor készülékeket, valamint a lélegeztető gépet jelenti. Az év második felében pedig egy teljes digitális dokumentációs rendszer áll fel, melyhez körülbelül 800 darab tabletet osztanak majd szét országszerte. 1,1 milliárd forinttal folytatódik az országos mentőszolgálat fejlesztése, amely még 2017-ben indult országszerte. Az orvosi eszközök beszerzése mellett informatikai fejlesztések is lezajlanak a közeljövőben. 117 új esetrohamkocsi kerül beszerzésre az országos mentőszolgálatnál az évnek a második felében, illetve meg fog újulni a teljes eszközpark, a rohamesetkocsik nagyértékű eszközparkja, ami az EKG-k, a defibrillátor
akkumulátorokat lélegeztető gépeket jelenti. Ez egy következő nagymértékű fejlesztés, illetve ősztől számíthatunk arra, hogy kb. 800 tablet segítségével az elektronikus információs térre való csatlakozása kapcsán egy teljesen digitális dokumentációs rendszer áll fel az országos mentőszolgálatnál. Ennek már az előzményei az elmúlt években megindultak. A 2018-as eszközbeszerzések kapcsán így egy teljesen új és stabil rendszerhálózat alakul majd ki. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe eddig 10 új esetrohamkocsi érkezett, Nyíregyházára pedig 4 darab. Ezek értéke a mentéstechnikai eszközökkel együtt 100 millió forint autónként. Így már minden eset és rohamkocsi új típusú a megyében. Ezek olyan korszerű eszközök, amelyek nem csak az Európai Unióban, hanem a világ bármelyik országában megállnák a helyüket. Szabolcs megyében 49-51 autó teljesít szolgálatot, bővítésre nincs szükség, további járműcsere azonban lesz majd az év második felében. Július elején pedig az új munkaruhák is megérkeztek a mentőszolgálatokra. Szakember hál' Istennek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén teljesen jól állunk, mert hogy igazából betöltetlen álláshelyünk, sem mentőtiszti, sem mentőápoló, sem mentőgépkocsi vezetői státuszon nem nagyon van. Van természetesen némi természetes fluktuáció, de mindig találunk képzett és alkalmas munkaerőt, úgyhogy az országnak ezen a keleti részén, de ez érinti Szolnok és Hajdú-Bihar megyét is, kifejezetten munkaerő hiánnyal mi nem számolunk. Itt egy stabil és kiegyensúlyozott humán erőforrás áll rendelkezésre. Az elmúlt hónapokban több portálon is arról lehetett olvasni, hogy létszámstopp van a mentőknél. Ezt azonban az EMMI közleményben tagadta. A sajtóhírekkel ellentétben a létszámstopp egy kormánydöntés értelmében csak a kormányhivatali jogállású szerveknél, központi hivataloknál, valamint a fővárosi és megyei kormányhivataloknál lépett érvénybe. Idén a kalászosok betakarítása is mintegy két héttel korábban kezdődött a szokásosnál, és az időjárás miatt sok helyen összeért az árpa és a repce aratása. A megyében a kalászosok közel 70%-át már betakarították, amiből elmondható, hogy jóval az átlag fölötti a hektáronkénti átlag. Árpából az ország szerte vetett 230 ezer hektár legnagyobb részét már betakarították, az aratás pedig napokon belül befejeződhet. Idén 5,2 tonnás termés átlagot várnak a gazdák hektáronként, ami 1,2 millió tonna össztermést jelenthet, derült ki a Concordia Közraktár ZRT közleményéből. Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke azt mondta televíziónknak, megyénkben valamivel jobb a termés átlag, mint a korábbi évek során. A kalászosok betakarítása is, mint általában a mezőgazdasági növények, az idén szinte vagy két héttel előbb kezdődnek. Így történik a mi megyénkben is, ugye még most volt Péter Pál, és a csapadékén nem akadályozta volna a múlt hét végén, akkor már a kombányok a betakarítással foglalkoztak volna, így is az őszi árpának közel 70%-át sikerült betakarítani, valamivel jobb az eddig betakarított átlag, mint a tavalyi volt, úgyhogy reménykeltő. A búzába is belekóstoltunk közel 10%. Ez a tavalyi átlagtól egy kicsit elmaradt, de az információink szerint ezek olyan területekről is lett levágva, ami ilyen homokosabb, szárazabb talaj, ami esetleg egy kicsit az aszá is nyomta. Nagyon reménykedünk abban, hogy amikor már nagyobb százalékban lesz a betakarítás, akkor ez is eléri a tavalyi átlagot. A repce betakarítása is előre haladott állapotban van, rekordok is születtek, jellemzően 3 tonnán fölül várják a hektáronkénti átlagot, tette hozzá Rácz Imre. A kamara elnöke azt mondta, Tímár környékén 38 mázsás rekordbetakarítások is születtek. Ez nem csak egy táblán belüli, ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagyon jónak számítható, de a 3 tonnán felül várjuk az átlagot is, az nálunk ilyen 2,7 szokott lenne az átlag, úgyhogy úgy gondolom, hogy a kalászosokra és az áraira se lehet most panasz.
az étkezési búzáért 4400 forintot, a tritikáléért pedig 4000 forint körüli árat kínálnak a felvásárlók, ami 500-1000 forinttal magasabb a tavalyi felvásárlási áraknál. Rácz Imre hozzátette, a népi hagyomány szerint, ha az aratást megzavarja az eső, akkor a napraforgó és a kukorica kilátásai is jók. Ez a remény pedig a földeken lévő kultúrákon is beteljesedni látszik, hiszen már erősödő csövek találhatók a kukoricán. Az MSZP visszautasítja a kafetéria rendszer beszűkítését, melytől a megyei alelnök Halmi József szerint akár 25%-os jövedelem kiesést is elszenvedhetnek az alacsonyabb bérű munkavállalók. Ha 2010 óta nézzük a Fidesznek a munkavállaló irányába a tanúsított politikáját, akkor meg azt is lehet mondani, hogy ez már egy várható döntés volt. A kafetéria rendszert 2010 óta folyamatosan építette le, most beszükíti. A miniszterelnök egy parlamenti kérdésre adott válaszában, hogy nem változik a keret, igen, csak nem elérhető sok ember számára, mert azért egy nyaralás nem csak szállásköltségből áll, és azért akiknek napi megélhetési gondjai vannak, azok valószínűleg nem étterembe fognak menni szépkántjával. Tehát mi visszautasítjuk ezt a kafetéria beszűkítést, és azt javasoljuk, és azt követeljük, hogy térjenek vissza, és minél nagyobb lehetősége legyen a munkavállalónak, és a munkáltatónak arra, hogy jutalmazza, vagy plusz ellátásba részesítse a munkavállalókat. A valszártán hatóanyag tartalmú vérnyomás csökkentők jelentős részét kivonták a forgalomból, miután kiderült, hogy egy kínai gyártó szennyezett hatóanyagából készültek a termékek. A szakemberek szerint azonban a gyógyszer szedésének azonnali megszakítása súlyosabb következményekkel járhat, mint a feltételezett minőségi hiba. Ezért azt javasolják, hogy a betegek használják a náluk lévő készleteket és folytassák a vérnyomás csökkentő gyógyszerek szedését. Azonban a házi orvosukkal egyeztessenek egy másik gyógyszertípusra való átállásról. Folynak a parlagfű felderítési munkálatok megyénkben, a gyomnövény egészen őszig szórja az allergiát okozó pollenjeit. A parlagfű eltávolításáról mindig a föld tulajdonosának kell gondoskodni, ellenkező esetben növény- és talajvédelmi bírságra számíthatnak, melynek mértéke akár több millió forint is lehet. Továbbra is folynak a parlagfű felderítési intézkedések megyénkben. A gyomnövény egészen őszig szórja a pollenjét, ez idő alatt folyamatosan allergiás reakciókat válthat ki az arra érzékenyekből. A korai virágzás oka a hirtelen jött felmelegedés, amire a gazdálkodóknak is fel kellett készülni a megfelelő gyomirtó kezelésekkel. A felderítésről Bújdos Lászlót, a növény- és talajvédelmi osztály vezetőjét kérdeztük. Azok az elhanyagolt területek, ahol a parlagfű szabadon tudott fejlődni, ott viszonylag már magas borítottságban található a növény, és a parlagfű genetikájából adódik az, hogy nagyon nagy pollen számot termel egyetlen növény is. Tehát nem kell nagy terület ahhoz, hogy millió számra kerüljön ki a levegőbe nagy számú pollen, ugyanis egyetlen növény is több millió pollent juttat a levegőben. Az, hogy milyen erős lesz a szezon, azt az elkövetkező hónapok vagy hetek időjárása fogja eldönteni. Az osztályvezető elmondta, a megye területeinek 1%-át teszik ki a parlagfű, ami a növény erőssége miatt még így is jelentősnek számít. A parlagfű eltávolításáról mindig a föld tulajdonosának kell gondoskodni. A bírság változó lehet a terület nagyságától függően, amely 15 000 forinttól kezdődően akár 5 millió forintig is terjedhet, jól lehet ehhez már 100 hektár fölötti fertőzött terület kell. A kormányhivatal szakemberei földön is igenis végzik a felderítést. A BM légirendészetének a helikopterével végezzük ezt a munkát. Előtte a médiákban azért értesítjük a gazdákat, meg amikor a helikopter megjelenik itt a megye fölött, azért az a gazdálkodók már ezt érzékelik, hogy itt valami akció folyik. Ezen kívül földi felderítés is történik, ez a nagyobb tétel. Itt az agrárügyi főosztály gazdászai végzik ezt a felderítést, ugye a földhivatali kollégák ők is a kormányhivatal alkalmazásában vannak, ők helyszíni szemléket végeznek, határszemléket. Amennyiben a kormányhivatal munkatársai parlagfüves területet találnak, a növény- és talajvédelmi osztály eljárást indít a terület tulajdonosai ellen. Bújdos László elmondta, a tapasztalatok szerint azok a gazdálkodók, akik találkoztak már ilyen eljárással, onnantól kezdve már kerülik az ilyen szabálysértési eseteket.
A héten másodjára is emelte árait a MOL, így 400 forint felé emelkedett mindkét üzemanyag típusára. A 95-ös benzin és a gázola is 3-3 forinttal lett drágább péntektől. A benzin ára literenként 402 forintra, a gázolai pedig 410 forintra emelkedett. Az üzemanyag ára 2012 első felében voltak a csúcson, amikor 1 liter benzin 451 forintba került, míg a gázolaiért 449 forintot kellett fizetni a töltőn. Állomásokon. Három nap alatt 6 színpadon több mint 110 fellépő várja a fesztivál rajongókat Kisvárdán a Lesz Festen. Idén a tavalyi tapasztalatok alapján dupla méretű lett a tánc és a diszkó szerelmeseinek épített aréna. A negyedik alkalommal megrendezett fesztiválra több mint 30 ezer vendéget várnak. A csütörtöki fellépők között ott volt Majka és a Well Hello, de Ákos, a Kis Csillag és a Tankcsapda is várja még a kilátogató zene rajongókat. Megnyitott a kapuit a negyedik Lesz Fest Kisvárdán. Az első nap többek között Majka, a Beavers és a Kár pedig nem várta a fesztiválra érkezőket, de 6 színpadra számtalan fellépőt meghívtak a fesztivál szervezői, akik 4 évvel ezelőtt nem is gondolták, hogy ilyen jelentős programmá növi ki magát a Lesz Fest. Úgy volt, hogy egy egész pici bulit akartunk csinálni, csak egy kicsit nagyon felfúvódott. Volt 2 ilyen sztori. Az elején gondolkodtunk rá, hogy csak kisebb zenekarok, még a Strand volt az akkori elképzelt hely, és úgy jöttek az ötletek, hogy ezt is kellene, azt is kellene, lehet, hogy megtalálnánk ilyen szponzort, olyan szponzort, és abból arra emlékszem leginkább, amikor kinyitottunk, az péntek szombaton volt, és elkezdődött egy Anna and the Barbies koncert. Néztük, hogy áramlik befelé a tömeg, de valamilyen kegyetlen mennyiségben. Ekkora bulit csináltunk, hogy? A háromnapos fesztiválra összesen több mint 110 fellépő érkezik, a legnevesebb hazai előadókon keresztül a kisebb helyi zenekarokig. A fesztiválozók többek között a Kis Csillagot, a Tankcsapdát és Ákost is láthatják a Lesz Fest színpadján. Nekem az volt a fontos idén, ami nagyon fontos volt, hogy rakjunk fel egy olyan körítést, egy olyan fesztiváldíszletet, amit jövőre tovább tudunk fejleszteni, és jól néz ki tőle a fesztivál. Ha megnézitek a Technószigetet, vagy megnézitek éppen majd a Helldance Arénát, mind a kettő fel van öltöztetve, elkezdtünk díszleteket felrakni, és szerintem ez nagyon sokat javít a bulin. Nagyon sokat javít egy jó DJ, de nagyon sokat javít, hogy jól néz ki körülötte a környezet. Az idei negyedik Lesz Festre a fesztivál szervezői mintegy 30 ezer vendéget várnak. Marad a szakmai stáb a következő szezonban is, Bécsi János edző és Granzsán Gábor kapusedző irányítja a nyíregyházi KC munkáját. Az NB1B keleti csoportjában szereplő együttesnél tovább folytatják a fiatalítást, a cél az, hogy minél több saját nevelésű játékos szerepeljen a csapatban. Alapos vératömlesztés után 9 új, fiatal játékossal vágott neki tavaly ősszel a szezonnak a nyíregyházi férfi kézilabda csapat. Mivel akkor még úgy volt, hogy a keleti és a nyugati csoportot ez év őszétől összevonják, a legjobb 6 közékerülést tűzte ki minimális célként a klub vezetése. Ezt sikerült is teljesíteni, mivel az 5. helyen zárt az NKC, viszont néhány fordulóval a befejezés előtt még a bajnoki címre is esélye volt a Bécsi János által irányított együttesnek. Az egyik szemem sír, a másik az nevet. Igazából 2 célt fogalmaztunk meg a tavalyi bajnokság kezdetekor. Az egyik az, hogy egy generációváltást tudjunk végig, ami azt jelenti, hogy volt egy előregedő vagy kiöregedő csapat az elmúlt szezonban, úgyhogy mindenképpen szerettünk volna ezt a vérfrissítést, ezt a fiatalítást megtenni. Én azt gondolom, ezzel maximálisan elégedettek lehetünk, hiszen egy nagyon ambíciózus, egy 22-3 éves átlag életkorú csapat jött össze. A végén még ott voltunk, azból voltunk akár a feljutásért is, hiszen az 5. fordulóval a vége előtt még ott volt a csapat a második helyen, mindössze 1 pontnyira az első helytől. Az utolsó 5 forduló viszont nem úgy sikerült, ahogy azt mi terveztük. Ebbe bele tartozik a debreceni döntetlen itthon a vereség a Kecskeméttől, úgyhogy tulajdonképpen itt a végén csúszott ki a kezünkből azt mondom, hogy még az érem is, hiszen a harmadik hely még mindig meg lehetett volna. A szakmai stábban nem lesz változás, Bécsi János, Granzsán Gábor kapusedző segítségével készíti majd fel a csapatot. Egyelőre 4 távozóról lehet tudni, Horváczki Márió Vácra, Tóth Patrik Balmazújvárosba, Székely Nikola és Gidai Máté pedig Békésre igazol. A kiszemeltekkel még tartanak a tárgyalások, az viszont biztos, hogy helyi kötődési kézilabdázók érkeznek majd a csapathoz. Mi azt az utat választjuk itt a jövőben, hogy tovább fiatalítjuk a csapatot.
és megpróbálunk olyan helyi a sportcentrumból, a junior csapatunkból kikerülő játékosokat egyrészt beépíteni a csapatba, másrészt pedig olyan játékosok érkeznek hozzánk, akik egykoron akár a nekára mentek át tőlünk, illetve más csapatokhoz igazoltak. Úgy néz ki, hogy a jövő évi keretünkből mindössze két játékos az, aki nem nyíregyházi vagy Szabolcs megyei kötődésű, úgyhogy ennek tükrében fogunk készülni a következő bajnokságra. Az NKC július 30-án kezdi el a 7-hetes felkészülést, amelyben a tervek szerint 12 edző megy szerepel. Az NB1B-ben szeptember közepén rajtol a bajnokság a korábban megszokott keleti, illetve nyugati csoportra osztott mezőnnyel. A korábbi szövetségi kapitány Bozsik Péter a jövőben szakmai igazgatóként dolgozik a Nyíregyháza Spartakusznál. A Zalaegerszeggel bajnoki címet szerző szakember feladata az utánpótlás és a felnőtt csapat szakmai munkájának koordinálása. Bozsik Péter tartja a kapcsolatot a szövetséggel és az önkormányzattal, valamint ő képviseli majd a Sparit a különböző rendezvényeken. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 300 ezer forintból valósult meg idén is Tuzséron a Kárpát-medencei kézműves és hagyományápoló tábor. Közel 100 Kárpátaljáról, Erdélyből és Délvidékről érkezett gyermek vett részt a kéthetes programon. Az esemény zárónapján egy kapcsolatépítő konferenciát és műhelytalálkozót is tartottak a szervezők, ahol lehetőség volt a jó gyakorlatok átadására és bemutatására is. Autóbeszerzés, új munkaruha és informatikai fejlesztés. 2018-ban is folytatódnak a tavaly indított fejlesztések az országos mentőszolgálatnál. Szabolcs megye 10, amíg Nyíregyháza 4 új esetrohamkocsit kapott eddig a beruházásoknak köszönhetően. A korszerű mentőautókban teljesen újak a felszerelések is, így értékük autónként mintegy 100 millió forint. A megyében összesen 49-51 mentőautó teljesít szolgálatot, ennyi jármű képes lefedni az egész megyét. Rekordok is születtek az idei betakarításkor. Tímár környékén a repcének például hektáronként 38 mázsás hozama is volt. Az étkezési búza és a tritikáli felvásárlási ára jelentősen magasabb volt a tavalyi áraknál. A napraforgó és a kukorica kilátásai pedig kiemelkedően jók. Az átlagostól jóval magasabb hozamra számítanak a gazdák. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 6-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat elérik a honlapunkon is, munkatársaim nevében is köszönöm egész heti figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap többnyire felhős időre számíthatunk, záporokkal. Változó nedvességtartalmú, szombaton pár fokkal hűvösebb levegő éri el hazánkat. Az előttünk álló éjszaka felhős idő valószínű, zápor várható, helyenként zivatar is kialakulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, majd az északira forduló szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 18 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erősen felhős lesz az ég, majd a déli óráktól felszakadozik, csökken a felhőzet. Esőzápor egyaránt várható. Helyenként zivatar is kialakulhat. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Délutára 28 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. Vasárnap, illetve a jövő hét elején kevesebb helyen lehet csapadék, több napsütésre számíthatunk és meleg nyári idő várható. Szerdán észak felől újabb hidegfront éri el térségünket, így a hét közepén ismét változékonyabb, felhősebb, csapadékosabb időnk lesz. A jövő hét végén ismét naposabb, meleg, de kánikulától mentes nyári időnk lesz.